Kérdőív nélkül ugyan, de újabb konzultációt indít a kormány, ezúttal a közigazgatási rezsicsökkentésről, ezt Lázár János jelentette be. A miniszter azt mondta, az emberek holnaptól két hónapon keresztül nyilatkozhatnak arról, hogy a közszolgáltatásokért fizetendő díjak közül melyek csökkenjenek. A kormányablakoknál lehet majd véleményt mondani. Lázár János a bevándorlókról, Rogán Antalról és a Biszku ítéletről is beszélt maratoni sajtótájékoztatóján. A devizahitelesek után a jelzálog hitelesekén segítene a kormány, legalábbis ezt ígérte Lázár János. Azt mondtam, azokra fókuszálnak majd, akik a kilakoltatás szélén állnak, ezért újul meg a Nemzeti Eszközkezelő is. Ez egy komplex intézkedés sorozat, amelyben a Gazdasági Minisztériumnak és a Belügyminisztériumnak, valamint az Igazságügyminisztériumnak van fontos szerepe. Várható a június 15-e hetében a következő kormányülésen foglalkozunk újra ezzel a kérdéssel. A legtöbb kérdést ezúttal is a bevándorlási kérdőív és az ezzel kapcsolatos plakátok miatt kapta a miniszter. A kritikákra azonban, hogy ezek miért magyar nyelvűek, Gírószász András reagált. A saját országában az európai példák alapján mindenki az anyanyelvén folytatja ezeket a kampányokat. Lázár János szerint egyébként naponta 5000 forintba kerül az államnak egy menekült eltartása, ezért kell mielőbb kitiltani az országból a bevándorlókat. A külföldről érkezett orvostan hallgatókat ugyanakkor más kategóriába sorolja a miniszter. A diákok ugyanis, mint mondta, tandíjat fizetnek, sokukra pedig szüksége van az országnak. Így volt ez a miniszter szerint a libanoni származású fideszes képviselő Daher Pierrel is. Fiatal korában jött Magyarországra, itt tanult, itt folytatott orvosi egyetemi tanulmányokat, és amikor őt Magyarország meghívta, illetve bejött, hogy az orvosi egyetemen tanuljon, akkor Magyarország nyilván abban a reményben is tette is, illetve azzal az eséllyel is tette ezt, hogy ő majd itt marad Magyarországon. A sajtótájékoztatón ismét szóba került Rogán Antal esetleges leendő kabinett főnöki posztja. Lázár János most azt mondta, Orbán Viktor beszokta avatni a terveibe, szerintem ezt a kérdést is meg tudják majd beszélni. Érdeklődésen várom az új világot, és majd meglátjuk, hogy boldogulok benne, el tudom-e végezni a munkámat, vagy sem. Nekem az a legfontosabb, hogy amíg feladatom és felelősségem van, addig a munkámat normálisan tudjam végezni. A földpályázatok kiosztása kapcsán a miniszter ezúttal is a rendszer újragondolását hangsúlyozta. Azt ígérte, hogy a földek 80%-át a kisbirtokosok kapják majd. 2007-ben hibáztak, amikor az Európai Bizottsággal így állapodtak meg. A nagybirtokosok pártján állt a szocialista kormányzat, és a szocialista kormány az Európai Bizottsággal 2005-ben és 2006-ban, amikor a 2007 és 2013-as közötti időszak támogatási rendszeréről állapodott meg, így állapodott meg, hogy a nagyokat támogatják, és a kicsiket nem. A Biszku ítéletre is kitért Lázár János. Úgy fogalmazott, hogy azok közé tartozik, akiket az ítélet indoklása kifejezetten felháborít. Végül brüsszeli látogatásának okairól beszélt hosszasan. Amiért mentem, az elsősorban a pénz, másodszorban vannak kényes politikai kérdések is. Ilyen volt például Lázár János szerint az Altus ZRT ügye. A Gyurcsány Ferenc Magyarországon intenzív közéleti tevékenységet folytat. A volt miniszterelnök úr nem vonult vissza a közélettől. Egy négyfős vállalkozás az Altus ZRT az egyetlen jövedelem forrása. Az Altusból kivett pénzzel pedig a Demokratikus Koalíció nevezetű intézmény támogatja. A miniszter azt is elmondta, hogy betekintést kért a bizottságtól az Altusszal kötött megbízási szerződés dokumentumaiba, ezt azonban megtagadták tőle.